Szia, volt már időt körbenézni az idei hangfoglaláson? Semmit nem hallottam, mondd még egyszer. Volt már időt körbenézni az idei hangfoglaláson? Nem, még nem, én most jöttem, tehát egy pár perce. Itt a Pákoéknál fogok egyet-kettőt énekelni. És aztán körbenézem, mert én most pont ilyen hangszervásárlós időszakomban vagyok, úgyhogy most nagyon érdekel minden újdonság. Mit szeretnél megnézni? Van már tippet, hogy melyik standra látogatsz? Én most egy digitális zongorát szeretnék venni, vagy kapni. Kapni. És hát megnézem az összes céget, aki itt van Magyarországon. Mennyire vagy kísérletezgetős típus? Hát nagyon, mert nem értek egyáltalán. Tehát úgy értem, hogy mindent autodidakta módon tanultam meg, tehát magyarul a tekergető szintetizátorok, arra fogalmam sincs, hogy mit jelentenek a gombok, úgyhogy addig tekerem, amíg jó nem lesz. Ez már így van 30 éve, úgyhogy... Jelenleg mi az aktualitás veled kapcsolatban? Úgy tudom, hogy a Jack-Jack film az hamarosan látható. November 12-én leszünk a Körcsarnokban, ami a filmbemutató is, meg a koncert is egyben. Onnantól kezdve lehet kapni majd a CD-t is, tehát az a nagy nap, NOP 12, és hát ilyen hangfalakkal fogunk játszani ott is, szóval felszerelünk oda mindent, amit lehet. Úgyhogy szeretnék egy olyan megszólást csinálni, és azért is vagyok itt, hogy körbenézzük, hogy ezzel mit lehet még segíteni, ami még nem volt. Mindig valami ilyesmit szeretnék csinálni, úgyhogy most reméljük, hogy sikerül is. Milyen tapasztalatokkal lettél gazdagabb a Jack-Jack munkálatai alatt? Hát... Ami a legfontosabb tapasztalat az volt, hogy ha gyorsan ír az ember dalt, akkor általában jobb lesz. Az Elton John mondta, hogy ha 5 perc alatt nem születik meg egy dal, akkor ki kell dobni. És a Jack-Jackben a Zoli, a gangsta folyamatosan csesztetett engem, hogy hagyjuk már harmóniákat, csináljuk 1-2-3-4. És ez jó hatással volt rám, mert nem tudtam elmenni erdőbe, ahogy szoktam. Úgyhogy nekem az a nagy tapasztalatom, hogy mondjuk 10 év alkotó válság után, hogyha ilyen inspiráló a közeg, akkor ha gyorsan dolgozik az ember, akkor jobb lesz az anyag, mint hogyha évekig ül rajta és finomítgatja, mert ugyanúgy, hogy egy festményt, ez sem lehet igazából befejezni, csak abba hagyni. Esetleg szólóalbumon dolgozol, vagy a közeljövőben? Az jövőre lesz. Elmegyek Remetének, mert most kicsit túl sokat vagyok itt a médiában ahhoz, hogy a zenére tudjak figyelni. Most azt tudom, hogy hülyeangzik, tényleg így van. És aztán jövőre itt kicsit beerremetésedem, és akkor megírom az új albumot. Ez a terv. Jó, köszönöm.